1500 forint körüli kilónkénti áron kapható a legtöbb sertés hús a nyíregyházi Buzatéri piac húsüzletében. Egy éve ilyenkor még nagyjából 300 forinttal kevesebbet mutattak az ártáblák. Miután a sertések felvásárlási ára szárnyal az afrikai sertéspest is miatt, a drágulás folytatódhat a magyar boltokban. Ez azonban csak az importárúra jellemző, amelynél itthon akár 35%-kal is megugorhatott a felvásárlási ár az elmúlt hónapokban. Nálunk ez főleg a multiknál jelenhet meg a fogyasztói árakban. A kisebb magyar árut forgalmazó üzletekben nem valószínű. Ez a 35%-os árdrágulás az éves szinten elfogadható, tehát a fogyasztói árakban is tükröződött. Most az utolsó szakaszban már nem jellemzően. A végső soron a fogyasztásnál annyira csökkenés nem figyelhető meg, mert pont azért, mert nálunk legalábbis importtermék nincsen, és az importtermékeknek ugyebár felment a sertésnek az ára. Kína meg egyéb külföldre tudják exportálni, tehát Európából, és így ezeket a jó minőségű magyar sertéssel tudják pótolni a vásárlók. A keresletet amiatt sem vetette vissza a drágulás, mert az folyamatosan, egyenletesen és nem hirtelen történt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint az élelmiszeriparnak és az állattartóknak létfontosságú az önköltség emelkedés érvényesíthetősége az árakban. Ugyanakkor a fogyasztók számára alig lesz érezhető. Éves szinten is csupán pár ezer forintot jelent majd fejenként. A testület megyei elnöke azt mondja, az élelmiszerpiacon nem várható nagyobb drágulás a közeljövőben. Talán Magyarországon leginkább csillapszik ez a piac, úgyhogy rendeződnek. Én nem számolnák azzal, illetve akik nekem ezeket az információkat adták, hogy Magyarországon egy ilyen élelmiszeripari termékeknek az ára emelkedése indulna el. Inkább azt látni, hogy csillapszik ez. Nyilván egy kismértékű emelkedés magába hordozza az energia, illetve ezeknek a kézimunkaerőknek a pótlása vagy a munkaerő drágulása. A szakértők azt mondják, a pestistől függetlenül a sertés esetében is elindult volna egy kisebb áremelkedés az előállítási költségek drágulása miatt. Az ASP távol-keleti elterjedése miatt egyébként jelentősen átrendeződött a világ sertéspiaca. Az utóbbi hónapokban ugyanis Kínában és a vele szomszédos országokban is erősen megnőtt a kereslet az európai sertéshús iránt. Lényegében ez okozza a felvásárlási árak komoly emelkedését az irányadó külföldi piacokon, így Magyarországon is.